Testhőmérsékletmérést, kézfertőtlenítést és egy előzetes kikérdezést követően lehetett belépni a Bonyhádra szervezett véradásra. A koronavírus járvány miatt számos biztonsági előírást vezetett be az Országos Vérellátó Szolgálat. A feltételek közül a legfontosabb, hogy nem adhat vért az, aki egy hónapon belül ki volt téve koronavírus fertőzés veszélyének, ismert koronavírusos személlyel találkozott, esetleg a vírusfertőzés tüneteit észlelte magán, vagy a fertőzést kimutatták nála. Az is az egyik óvintézkedés, hogy a dolgozók maszkot és kesztyűt viselnek, és másfél méteres távolságot kell tartania mindenkinek a véradás helyszínén. A véradók pedig folyamatosan érkeztek Bonyhádra. A legtöbben már sokat szóra nyújtották a karjukat. Stein Ferenc például 56 szóra adott most vért. Azt mondja, katonakora óta jár véradásra. Jól esik adni, így van. Bonyhádon ezúttal a Székelyházba települt ki a vérellátó szolgálat. Pászti Vera vérellátó vezető főorvos azt mondja, ez az egyik új helyszín, ahova sikerült megszervezniük a véradást. A koronavírus járvány miatt ugyanis számos településen nem csak munkahelyekre és iskolákba, hanem művelődési házakba sem kaptak engedélyt a véradás lebonyolításához. Ennek ellenére sikerült biztosítaniuk a megfelelő mennyiségű vért. Tolna megyében ugyanis kétszer annyian adtak vért ebben az időszakban, mint korábban. Egyensúlyban volt az igény és a rendelkezésre álló vérkészítményeknek a mennyisége, hiszen a kórházak is kevesebb vérkészítményt használtak. Véradó pedig a várthoz képest több jelentkezett, úgyhogy nem tudom, talán mert otthon voltak, jobban ráértek meg. Talán ez a veszélyhelyzet egy kicsit ráirányította a figyelmet a segítségnyújtás fontosságára. Az enyhítő intézkedésekkel párhuzamosan a Tolna megyei Balassa János kórházban is megindul lassan az élet. Elvégzik az eddig elhalasztott műtéteket, így itt is számítani lehet arra, hogy több vére lesz szükség a közeljövőben. Ezért újabb és újabb véradásokat szerveznek, amikről az OVS honlapján lehet tájékozódni.